Dim Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok! Trélerrel megyünk tovább, természetesen. Rávettük magunkat, hogy az Andorral is foglalkozzunk. Sokan kérték amúgy. Sokan kérték is. Most már egy ideje, ez kint van, tök mindegy, most csináljuk meg, azért így is még messze van az, amikor ez kijön. Mindenek előtt azonban szeretnék mondani nektek egy kis szolgálati közleményt. Tudnélik, egyik kedves nézőnknek, Veronikának ma van a 40. születésnapja. Ezen alkalomból kedves férje Tamás kíván neki sok boldogságot, születésnapja alkalmából egy lángszórót kap ajándékban, hogy Ripley-ként felvehesse arcot az idegenekkel, vagy éppen pókokkal. Már két gyermekük, Emma és Dávid is mondogatja a családi szállóiét, kemény vagy Ripley. És hát ez van, úgyhogy boldog születésnapot. Kíván. Milyen jó, hogy nem azt mondogatják, hogy Vasquez, néztek már férfinak? Tényleg? Ez úgy rohadt jó, viszont válasz, hogy és téged, tudod, az rohadt jó, hogy a férfinak mondja. Na jó, nézzük az Andort. Nagyon, nagyon kíváncsiak vagyunk. Olyanra számítunk egy kicsit, mint a Rogue One volt. Hát már nem számítok. Én nagyon remélem, hogy az a brigád csinálja, vagy nem tudom, de majd mindegy, nézzük. Az a brigád, igen. De, ott a híres AK, amiről szó volt, vagy valami AK-hoz hasonló. Ott egy gyanús fegyver a csávó kezében. Ezeket a hajókat, ami nem lehet megunni, rohadt jól néznek. De jó az a zene öreg. To steal from the Empire? To just walk in like you belong? They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine. Not someone like me would ever get inside their house. Cassian Andor. Oh, they said it them. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? Oh, what a hungry one in this man. I need all the heroes I can get. For a greater good. Call it what you have. Let's call it war. Jó nézni ezt az embert mindjárt. De túljátsz ezt. It's fermenting out there, son. Minden túljátszik. Pockets of fermenting. De ezért jó. De jó az a zene, öreg. You're in my net. Igen, de... Are you a fish? Nem mondom. Or are you a thief? You're slipping. I'm not slipping. I've just been hiding for too long. As long as everyone thinks I'm an irritation, there's a good chance they'll miss what I'm really doing. What are you really doing? Who are they? This is what revolution looks like. I'm tired of losing. Tök jó. Na, azt mondom, srácok, most végre, tehát azt mondom, hogy jó, lehet, hogy ez is egy szar, de hogy ez a tréler többet adott, mint egy nyomorult senkiházi mandalórinak egy plüss Baby Yodával való évadokon keresztüli bolyongással, kurva nagy semmiért. Ez felnőtt. Ez lázadásról szól, politika van benne. Ezt a szegmens szerintem ki lehet venni innen, és ezzel a szegmenssel érdemes foglalkozni, ráadásul itt létjogosult az, hogy olyan szereplőkkel foglalkozunk, akik amúgy nem szerves részei a sztorinak. Habár a Gyurinak volt egy nagyon-nagyon jó gondolat, ami nekem eszembe se jutott, hogy ugye itt is az van, hogy az Andor halott, tehát hogy tudjuk, hogy hogy fog meghalni, tudjuk, mi a vége a sztoriának. Igen, nem tudom, meddig lehet ezt játszani, hogy mindenkinek tudjuk, hogy mi a sorsa. Hát persze, abszolút igazad volt ebben, én nem gondoltam. Igen. De amúgy a visszatérve a Saul Guerrerára, már a Rogue One is annyira túljátszotta az arc kifejezéseit, annyira fura arc kifejezései vannak a Forrest Whitaker-nek. De ő neki, ő hajlamos erre. Gondoljunk a legnagyobb szerepére, amikor az idióta állat emberevő Amin Dada diktátorról csinálta a szenzációs filmet, az utolsó skót királyt. De hogy abban is, tehát ő neki a színészi palettájáról azt hiszem a túljátszottság, de hogy ez jól is elsülhet, mindegy, Gyuri, nem jobb
energiákat szabadít ez föl benned, mint bármi, amit... Ez egy kurva jó tréler. Ez egy tökös tréler, ezen látod, hogy ez egy felnőtt film, Isten a ostoba gegelemekkel, nem poénkodják szét, nincsenek porgók. Tehát ez egy felnőtt valami felnőtteknek, én is ezt gondolom. Igen. De ezzel együtt én egyébként a Rixonnal való beszélgetésem is mondtam neki ezt, hogy én amúgy nem vagyok már arra kíváncsi, hogy egy nagy történet hátterét boncolgatjuk. Tehát, hogy hámozzuk azt a hagymát szarásig, és akkor a végén már ilyen lényegtelen karaktereknek a nagy tetteit nézzük, akik egyébként semmit sem jelentettek a tényleges nagy események tükrében. Ebben én teljesen egyetok veled érteni, és ezt szerintem meg is fogalmaztuk többször hasonlóképpen. Igaz. Annyit azonban hozzá lehet tenni ez a dologhoz, hogy ugye az, hogy úgy csöppenünk bele a csillagháborújába egyszer, hogy van lázadás. Ugye így indulunk, hogyha kronológikusan akarom nézni azt, hogy jöttek ki a filmek. Aztán akkor látjuk azt követő trilógiába, hogy hogy érkezünk meg addig, hogy átveszi a hatalmat ugye a Sith az univerzum fölött. Tehát igazából a lázadás maga és a rebellió elindulása az tényleg a baladai homály, vagy egy köztes rész, amivel rajzfilmek nyilván foglalkoznak. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy engem az például valamennyire azért érdekel. És a Rogue One-nak nagy erénye volt, hogy ebből az egyébként szemlátomást fölösleges karakterhalmazból és fölösleges időtöltésnek tűnő köztes... I'm one with the force is with me, I'm one with the force. Nagyon jó. Tehát, hogy látod, hogy... De szerintem nem a lázadás volt a bája, hanem a felnőttség. Az volt a bája, hogy olyan lázadókat kaptál, akik meggyilkolták az ellenfeleiket orvul, azért, hogy ne derüljön ki, amit te információ. Tehát, hogy iszonyatos tétje volt végre először a Star Wars-ban, mert előtte csak annak volt tétje, amikor jött a Vader, és féltél, hogy meg fogja ölni Luke-ot. Ott volt a halál, ott volt az igazi kegyetlen fenyegetés. Egyébként aztán ez kiveszett. Jó. És a Rogue One az ilyen szempontból teljesen kiugrik. Szerintem ez most megint felnőtt lesz, csak most akkor hogy egyezteted ezt az egészet össze? Tehát, hogy gyerekmeséket nézünk időnként, ahol azért nem így gyilkolnak hidegvérrel, aztán meg hidegvérrel gyilkolnak, olyan fura, olyan katyvasz lesz. Ez természetesen. Jó is, hogy ezt a szót használ, tudnék. Hát ezt látjuk a Marvel, már nem tudom, hányadik fázisában itt is, tehát hogy azért alapvetően azt meg kell állapítanunk, hogy mindez egy nagyjából fölösleges, tényleg, hogy fogalmaztál, hámozása a dolgoknak, tehát, hogy erre így alapvetően nincsen szükség, ezek aranyosak némelyik, a másik kedves, többségben azonban tök fölösleges, szar, utóérzetek, és ez igaz a legtöbb új Marvel filmre is, nincs semmi értelme, egy lezárt dolog, olyan, mintha csinálnánk egy Biblia 2-t, vagy 3-at, hát semmi értelme az a dolgok nagy részének. Jó, de azt itt szeretném hangsúlyozni, hogy egyébként a felnőttségre nekem egyre nagyobb igényem van most a filmeknél. Tehát, hogy amikor mi voltunk gyerekek, akkor voltak krimik, horrorok, felnőtt filmek, ugye szószoros értelme. A lényeg, hogy olyan filmek, amik azt nem nézhette gyerek. Tehát régen egy Tango és Cash-ről engem kizavartak. Ja. Mert iszonyat káromkodás volt benne, szex, erőszak, kínzás, stb. Készültek filmek felnőtteknek. Ja, és mi történt? Mert ugye ezeknek volt története, és ezek erről szóltak, hogy volt egy történet, amit elmeséltek, és az szólt, akinek szólt. De ma az van, hogy mindenkihez kell, hogy szóljon az a film, mert minél több embernek látnia kell, mert akkor minél több pénzt kaszálunk. Ezért lebutítják, és már nincs gyilkosság, és már nincsenek cicik, már nem látsz ilyet filmekbe, mert hogy bemehessen az egész család. És én rohadtulnom, sugárba hányok már ettől, én felnőtt filmeket akarok nézni, és egyébként Star Wars-ba is félelmetes Star Wars-t akarok nézni. Nem ilyen ugráló, ugribugri teremtményeket, amiknek ott örülünk. Ja, ez nézd, teljesen igazad van. Látjuk, hogy mivé fajul ez a dolog. Maximum reménykedhetünk, hogy egy-egy felvillanásra előkerül akár akkor egy rövid sorozat, ami méltóképpen nyúl az egészhez, és az epizódok szintjén kivesz valami olyan sztorit, ami tényleg megfeleltethető a kánonnak minőségben is. Hát ezt várjuk. Igazából. Jó, de van itt még más is. Tehát, hogy azért
visszatérve a hagymahámozásra, tudod, ez szerintem megint olyan sorozat, sorozat lesz, vagy film lesz? Sorozat. Megint olyan sorozat lesz, hogy amikor kapjuk ezeket a nulla júli no-name karaktereket, akikkel egyébként felnőtt izgalmas sztorit kapunk, de hogy ez megint ilyen nyomokban Star Wars-t is tartalmaz, típusú dolog lesz. Mert majd figyeld meg, hogy egy pillanatra látod majd a Vadert, és akkor hirtelen így óriási dolgokat fogsz átélni abba az egy percre, amíg láttad a Vadert. De, és ez marad majd ebből is meg szerintem. De ne, át nem tudom, mert nekem a Rogue One-ból persze, hogy ott is föltűnik a Vader, és csodálatos, de messze nem ott van, ott van más is, ami megmarad. Persze. Tehát, de, hogy ezt meg lehet így. De akkor is a legepikebb része ez, az. Ez igaz, de hát, hogy messze ott hirtelen így mindenki így visszafojtott a lélegzet. Meg nem olyan feltűnésről van szó, mint az idióta barom szólóba, hogy a végén egy előkerül egy ilyen hologramon a Darth Maul. Ja, és akkor most úristen, ott van a Darth Maul. Mi van? Kit érdekel? Mondjuk a címe ennek elég szar. Hát, jó magyarul kimondani. Ne haragudjanak az Andorok, de az, hogy Andor, jó, hogy nem Tibor. Tibor. Tibor lenne az. Tibor lenne. Egyébként, után lehetne az is. Hadd éljek egy rasszista kritikával. Na. Tehát, hogy... Gyuri, csak őszintén mondjuk. Figyelj, nézem ezt a trélert, és mindenki, aki a birodalomhoz tartozik, az falfehér arcú. Ja, persze. Férfi persze. Vagy nő. Tehát, hogy... Egy az egyben nácinak néz ki mindegyik, tehát mindenki, aki fehér gonosz, és ha megnézed a lázadókat, latinó csaj, mit tudom én, néger csávó, tehát hogy mi, a világ összes rassza, az mind jó, és mindenki, aki gonosz, fehér. Én ezt már kurvára unom. Hát, ugyanúgy egy hiteltelen baromság az egész, meg ráadásul mondom, romba dönti a valóságlátást, ugyanúgy, ahogy a Catwoman az egyébként fantasztikus új Batmanbe kiszól egy pillanatra, hogy most valamit ott mond a Batmannek, tudod, a fehér, megint a white supremacy privileges, hogy megvannak a fehér előjogaitok, mint ja, valami ilyet mond, de hallod, azt vágod, hogy a valóságban a Zoe Kravitz így beszólt a Christopher Nolan-nál, hogy szerintem Nolan rasszista, mert hogy ő jelentkezett még az ő Batman filmjében macskanőnek, és ő nem kellett neki. Ja, jó, persze. Ja, tehát, hogyha persze. Nem vesznek föl téged, akkor egyből rasszista vagyok. Igen, akkor rasszista, elmondom, ő a rasszista, és ez a rasszizmus egyébként. Ez vegy tiszta a rasszizmus, és egyébként most már én azt gondolom, hogy fekete előjogokról kell beszélnünk, meg fekete supremacy-ről mindjárt, és megfordul a kocka, erről is már sokat értekeztünk, mert amúgy alapvetően ez ugyanaz, tehát ez egy hülyeség. Amúgy fura az ez. Tükörországba járunk. Visszatérve a birodalomra. Tehát, hogy a birodalom maga fura, hogy tudod, akik ott dolgoznak, azok miért mind gonoszak? Azok miért mind nácik? Tehát, hogy nem? Amióta van Star Wars, azóta random technikusok dolgoznak a halálcsillagban épületen, ami bolygókat robbant fel, és hogy ott hogy dolgozhat úgy egy civilizáció, hogy, de nem, mert hát azért ott több százezren vannak, gondolom, hogy senkinek nincs, tehát nincs sztrájk. Nincs egy MeToo csapat, aki kiakad azon, hogy ne robbantsuk nem, már fel a izót, amit te melyik bolygót. Tehát, nem, hogy... nézd. Ugye a szara neve basszus, aki kitalált az egész Lucas. Star Wars, Lucas, a George Lucas, az tökéletesen megcsinálta, ugye, meg hát közben kézenfekvő volt a részéről, hogy fogta a náci birodalmat, és azt átrakta egy science fiction köntösbe. Ez egy az egyben nyilvánvalóan a 30-as évek Németországának a leképezése, és egyébként tény, ott is mondhatnád, ugye, hogy miért nem lázadtak többen, egyébként lázadtak, hiszen ott volt a Fehér Rózsa, ott volt a Stauffenberg grófnak a merénylet kísérlete. Voltak lázadások a hitelen, de mindig kicsik, szűkek, izék, tehát az a helyzet. Ácsi, a náci Németország háttérországa, az nem tudott azért itt mindenről. Nem tudott a izéről, nem tudott a zsidóírtásról. Jó, de hát attól még érted. De itt bolygót robbantanak. Ez tény, de kiszolgáltak egy erőszakgépezetet ők is, és a bolygó robbantó halálcsillagon dolgozók, azok gondolom aláírták, hogy figyeljetek, itt akkor írtak egy szerződést, hogy erről nem beszélhetnek. Nem arra Nábi basszok. Figyelj, de nem most... Ne, hát a Szith nagyúr vezeti az egész galaktikus birodalom, jó, érted? Jó, de Nábi figyelj, tehát egy bolygó elpusztítása, egyszerűen csak abban gondoljunk bele, mert felfoghatatlan, hogy hány billió életforma minden, persze, ami ott volt, elpusztul. Tehát, hogy ennél nem tudom, hogy mi a durvább. És akkor ezek így robbantgatnak, és akkor még ők utálják a lázadókat. És így, szóval jó, hát ez nevetséges, de most itt meg jó, nézd, egy szélsőséges gonosz van itt ábrázolva, de hogy egyébként egy Sztálin, hogy ugyanezeket nyomta.
és hogy a, vagy nézzék Kim Jong-un, Il, akármi, stb. Tehát, hogy ott zokognak, amikor meghal. Kim diktátorok, ja, tudom. Tehát, hogy mi a szar ez? Ott is bárki mondhatná azt, jó, hogy... Ne, az terror, az kényszer. Hát, jó, hát ez is. Félelemből. Hát itt is az van. Ez, de akkor ábrázolják azt, hogy vannak emberek, akik dolgoznak ezeken a gépezeten, akik félnek. Mi ábrázolta először a csodálatos, fantasztikus Rogue One, az én etalonom, jó, ott van. Jó. A Mads Mikkelsen karaktere, aki kényszerből csinálja ezt az egészet, és elrejti jó, a izét, hogy kulcsot. Hát azért tök jó, egyébként jogos a gondolatod. Egyébként ide egy poént téve még van egy mém, ugye egy konkrét napon jelenik meg ez a mém mindig az interneten, hogy emlékezzünk ma meg a halálcsillagon dolgozó sok-sok ezer segédmunkásról, meg mindenről, mert amikor ugye megfordítja a dolgot, mert amikor Luke elpusztítja először. Ja, és akkor a lázadók egyszerű terroristák. Igen, és hogy emléket állít az ott dolgozóknak, mert mennyien meghaltak, egyébként tény, kétségtelen, hogy, jó, hogy, tehát, hogy ott egy takarító személyzet érted, az valóban sajnálhatjuk, mert nem arról van szó, hogy most akkor a gonosz Terka néni ott tényleg gonosz, mert a halálcsillagon dolgozik. De amúgy erre kíváncsi érdekes lennék, hogy a halálcsillagon dolgozó, nem tudom én, kantinban dolgozó konyhásnéni, az tudja-e, hogy ez az épület, amiben most ő megy, az most egy bolygót felrobbantott. Jó, figyelj, lehet, hogy ezek ugyanúgy droidok. Ez így érdekes. Droidok, mint a bába droid a izébe. Az Uba. Uba. Szóval érted, lehet, hogy jó, ezek mind droidok, és akkor tényleg a személyzet full katonai náci, tehát, hogy most tök mindegy, ez van. Jó, érdekes felvetés volt ez is, az atya úristen, se gondoltam volna, hogy erről fogunk itt értekezni. Ezt mondjás nélkül alácsillag. Veronikának ezúton is kívánom. Így van, boldog születésnapot. És az Andort megnézzük, mert Andor, teljesen mindegy, meg milyen szar jön, és honnan folyik. Itt beszélni fogunk róla, igen, és reméljük, hogy még több ember feliratkozik, hogy még több ember hallja, hogy beszélünk mindenféle szarról. Sziasztok! Sziasztok!